Hello! Üdvözlök mindenkit a Gesztesi Szalomból. Itt töltöttem nagyon érdekes időszakot, közben a fejemet is megújították, hogy legalább 10-15 évvel fiatalabban nézek ki. Várakozok a jövőben, hogyha legközelebb jövök el a Gesztesi Szalomba, a hajamat is meg fogják sokasítani. Gyertek ide! Nagyszerű hely! Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a szellemem az Úrnak a szövét nekem. Ő gyújtja meg bennem a világosságot, a fényt az evangélium által, hogy Krisztus arcán megismerjem Istennek a dicsőségét. Mert hiszem, hogy a názáreti Jézus az Istennek a fia, a királyok királya, az uraknak az ura, alfa és az omega, aki halott volt, de él, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. És hiszem, hogy teljhatalommal rendelkezik, és minden tér meghajol neki, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsősége. Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az eljövendő királyságnak ő a királya, és az ő uralma alá kerül az egész föld, és ő szabadítja meg a földet Istennek minden ellenségétől, és a legutolsó ellenségétől, és a haláltól. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a föltámadása által legyőzte a pokolt, a halált, a sötétségnek minden erejét, és ő benne jelent meg minden ember számára az élet. És aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és ezért hiszem azt, hogy örök életem van, és Isten felírta a nevemet az életnek a könyvében. Áldom, magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel, minden képességemmel, most és mindörökké, a Jézus nevében. Amen. Hát olvasom Isten igéjét a Királyok második könyvének a 19. részétől, a 22. részig. Mikor pedig ezeket hallotta Ezékiás király, megszaggatta az ő ruháit, és zsákba öltözött, és bement az úrházába. És elküldte Eliákimot, a királyházának gondviselőjét, és Sebnát, az írodeákot, és a papoknak véneit, akik zsákba öltöztek Ézsaiás profétához, az Ámos fiához, és mondták neki, ez mondja Ezékiás, e nap nyomorúságnak, szidalmazásnak és káromlásnak napja, mert a fiak a szülésre jutottak, de nincs erő a szüléshez. Ne talán az Úr, a te Istened meghallotta a rabsakénak minden beszédét, akit elküldött az ő ura, Asszíria királya, hogy szidalommal illesse az élő Istent, és káromló beszédekkel, amelyeket az Úr a te Istened meghallott. Könyörögj azért azokért, akik még megmaradtak. És elmentek az Ezékiás király szolgái Ézsaiáshoz. És mondta nekik Ézsaiás, ezt mondjátok a ti uratoknak. Ezt mondja az Úr, ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem Asszíria királyának szolgái. Íme én olyan szellemet adok belé, hogy hírt halván visszatér az ő földjére, és fegyverrel vágatom le őt az ő földjében. És mikor visszatért Rabsaké, Asszíria királyát Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy Lákisból elment. És halván Tirháka felől, a Szerecsen király felől ezt mondván, íme kijött, hogy hadakozzék te ellened. Visszafordult és követeket küldött Ezékiáshoz ezt izenvén.
Így szóljatok Ezékiásnak, a Júda királyának mondván. Meg ne csaljon téged a te Istened, akiben bízol, ezt mondván, nem adatik Asszíria királyának kezébe Jeruzsálem. Íme hallottad, mit cselekedtek Asszíria királyai minden országokkal, elvesztvén azokat, és te megszabadulhatsz-e? Vajon megszabadították-e a pogányok istenei azokat, akiket elvesztettek az én atyáim, Gózánt, Aránt, Résefet és az Eden fiait, akik Telassárban voltak? Hol van Hámát királya, Árfát királya és Sefárvaim város királya, Héna és Hívva? És elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasta azt, és felment az úr házába, és kiterjesztette azt Ezékiás az úr előtt, és imádkozott Ezékiás az úr előtt, és mondta: Uram, Izrael Istene, aki a kérubok között laksz, te vagy egyedül a föld minden országainak Istene. Te teremtetted a mennyet és a földet. Hajtsd hozzám, Uram, a te füledet, és halld meg. Nyisd fel, Uram, a te szemeidet, és lásd meg, és halld meg a Sennacherib beszédét, aki ide küldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent. Igaz, Uram, Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok országait, és az ő isteneiket a tűzbe hányták. De azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért vesztették el őket. Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyetlen Isten. Akkor elküldött Ézsaiás, az Ámos fia Ezékiáshoz ezt mondván: Azt mondja az Úr Izrael Istene, a te könyörgésedet Asszíria királya Sennacherib felől meghallgattam. Ez az, amit az Úr ő felőle mondott. Megutált téged és megcsúfolt téged Sionnak szűz leánya. Utánad fejét hajtogatja Jeruzsálem leánya. Kit szidalmaztál és kit gyaláztál? És ki ellen emelted fel a te szódat? Vagy ki ellen emelted fel a te szemeidet a magasságba? Az Izrael szentje ellen. Követeid által gúnyoltad az Urat, és mondtad: Szekereim sokaságával meghágom a hegyek magasságait, a Libánon oldalait, és levágom magas cédrusait, legfelségesebb ciprusfáit, és bemegyek csúcsának lakóhelyébe, kertes erdejébe. Ástam és ittam idegen vizeket, és kiszárítom lábaim talpával Egyiptom minden folyóvizét. Avagy nem hallottad? Régen megcsináltam, ős időktől elvégeztem ezt. Most csak véghez vittem, hogy puszta kőhalmokká döntsd össze az erős városokat. És hogy a benne lakók erejükben megfogyatkozzanak, megrontassanak és megszégyenüljenek, és olyanok legyenek, mint a mezőfüve, fiatal paréj, a háztető füve, és mint a kalászhajtás előtt elszáradt gabona. És ismerem a te ülésedet és járásodat, kelésedet és ellenem való tombolásodat. A te ellenem való tombolásodért és a te elbizakodásodért, amely felhatott füleimbe, az én karikámat orrodba vetem, és zabolámat szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen eljöttél. Te néked pedig, Ezékiás, legyen ez jeled. Ez esztendőben táplál a hulladék termése, a második esztendőben, ami magától terem, de a harmadik esztendőben már vettek és arattok, szőlőket plántáltok, és azok gyümölcsét eszitek. És a Júda házából a kiszabadult és a megmaradott gyökeret ver alól és gyümölcsöt terem felül. Mert Jeruzsálemből fog származni a maradék, és a megszabadult a Sion hegyéről, a seregek urának buzgó szerelme cselekszi ezt. Azért azt mondja az Úr Asszíria királya felől: Be nem jön e városba, és nyilat sem lő bele, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem ás mellette. Azon az úton, amelyen jött, tér vissza, de e városba be nem jön, azt mondja az Úr. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt. Én érettem, és Dávidért, az én szolgámért. És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az asszíriabeli táborban 185 ezret.
és mikor jó reggel felkeltek, íme mindenütt holttestek hevertek. És elindult, és elment, és visszafordult Szénakérib, Asszíria királya, és Ninivében maradt. És Lön, mikor ő a Nisróknak, az ő istenének templomában imádkozott, Adramélek és Sarézer, az ő fiai, levágták őt fegyverrel. Maguk pedig elszaladtak az Ararát földjébe, és az ő fia Esárhaddon uralkodott helyette. Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás. És hozzámenvén Ézsaiás proféta, az Ámos fia mondta neki. Azt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arccal a falhoz fordult és könyörgött az Úrnak mondván. Ó, Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid előtt, és sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ézsaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn őhozzá mondván, menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének. Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene, meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásaidat, íme én meggyógyítalak téged. Harmadnapra felmész az úrházába. És a te idődet 15 esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítalak téged és a várost Asszíria királyának kezéből. És megoltalmazom-e várost én érettem és Dávidért, az én szolgámért. És mondta Ézsaiás, hozzatok egy kötés száraz fügét ide. És hozzának, és azt a kelevényre kötötték, és meggyógyult. És mikor azt kérdezte Ezékiás Ézsaiástól, mi lesz a jele, hogy meggyógyít engem az Úr, és hogy harmadnapra felmehetek az úrházába? Felelt Ézsaiás, ez legyen jeled az Úrtól, hogy ő megcselekszi ezt a dolgot, amelyről szólott neked. Előre menjen-e az árnyék 10 grádicssal, vagy visszatérjen-e 10 grádicssal? És felelt Ezékiás, könnyű az árnyéknak 10 grádicssal alábszállni, ne úgy, hanem menjen hátra az árnyék 10 grádicssal. És könyörgött Ézsaiás proféta az Úrhoz, és visszatérítette az árnyékot Akház naporáján azokon a grádicsokon, amelyeken már aláment 10 grádicssal. Ebben az időben küldött Berodák Baladánnak, a babiloniai királynak fia levelet, és ajándékokat Ezékiásnak, mert meghallott, hogy Ezékiás beteg volt. És meghallgatta őket Ezékiás, és megmutatta nekik az ő egész kincses házát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszerszámokat, a drága kenetet, és az ő fegyveres házát, és mindent, ami csak találtatott az ő kincstáraiban. És nem volt semmi az ő házában, és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna Ezékiás. Ekkor jött Ézsaiás proféta Ezékiás királyhoz, és mondta neki, mit mondtak ezek a férfiak, és honnét jöttek hozzád? És felelt Ezékiás, messze földről jöttek, Babilóniából. És mondta, mit láttak a te házadban? Felelt Ezékiás, mindent láttak, ami csak van az én házamban, és nem volt semmi az én tárházamban, amit nekik meg nem mutattam volna. Akkor mondta Ézsaiás Ezékiásnak, halld meg az Úrnak beszédét. Íme eljön az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid e mai napig, elvitetik Babilóniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr. És a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltatnak és udvari szolgák lesznek a babiloniai király udvarában. Ezékiás pedig mondta Ézsaiásnak, jó az Úr beszéde, amelyet szóltál, és mondta, nem merő jóság-e, hogy békesség és hűség lesz az én napjaimban. Ezékiásnak egyéb dolgai pedig és minden erőssége, és hogy miképpen csinálta a tavat és a vízcsöveket, amelyekkel a vizet a városba vezette, vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika könyvében. És elaludt Ezékiás az ő atyáival, és az ő fia Manasszé uralkodott helyette. Manasszé 12 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és 55 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És az ő anyjának
Hefsiba volt a neve. És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt a pogányok utálatossága szerint, akiket az Úr kiűzött az Izrael fiai elől. Mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás, az ő atya lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb az Izrael királya cselekedett, és imádta az összes mennyei seregeket, és azoknak szolgált. És oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta az Úr, Jeruzsálemben helyeztetem az én nevemet. És oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta az Úr, Jeruzsálemben helyeztetem az én nevemet. Oltárokat épített az egész mennyei seregnek, az Úr házának mind a két pitvarában. És átvitte a fiát a tűzön, és igézést és jegymagyarázást űzött, és ördöngősöket és titokfejtőket tartott. Sok gonosz dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje. És az Asera bálványt, amelyet készített, bevitte abba a házba, amely felől azt mondotta az Úr Dávidnak és az ő fiának Salamonnak, ebben a házban és Jeruzsálemben, amelyet magamnak választottam, Izraelnek minden nemzetségei közül helyeztetem az én nevemet mindörökké. És ki nem mozdítom többé Izrael lábát erről a földről, amelyet adtam az ő eleiknek, ha szorgalmasan az én parancsolataim szerint cselekesznek, és az egész törvény szerint, amelyet nekik Mózes az én szolgám parancsolt. Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert téveigésbe ejtette őket Manasszé, hogy még gonoszabbul viseljék magukat azoknál a pogányoknál, akiket az Úr kivesztett az Izrael fiai elől. Akkor szólt az Úr az ő szolgái a proféták által mondván, mivel hogy Manasszé, Júda királya, ezeket az utálatosságokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedvén mindazoknál, amelyeket az ő előtte való emoreusok cselekedtek, és Júdát is vétekbe ejtette az ő bálványai által, azért ezt mondja az Úr Izraelnek Istene. Íme én olyan veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek, aki azt hallja, megcsendül bele mind a két füle. És kiterjesztem Jeruzsálemre a Szamária mérőzsinórját, és az Akháb házának mértékét. És kitörlöm Jeruzsálemet, mint kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják azt. És elhagyom az én örökségem maradékát, és adom őt ellenségei kezébe. És zsákmánya és ragadománya lesz minden ellenségeinek. Azért, mert gonoszul cselekedtek én előttem, és engem haragra ingereltek. Az ő atyáiknak Egyiptomból való kijövetelük napjától fogva, mind e mai napig. És Manasszé nagyon sok ártatlan vért is ontott ki. Úgyhogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt vele, azon a vétkén kívül, amellyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt. Manasszénak egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei, és az ő vétke, amelyet cselekedett vajon, nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika könyvében. És elaludt Manasszé az ő atyáival, és eltemettették az ő háza mellett lévő kertben, az Uzza kertjében, és az ő fia Ammon uralkodék helyette. Ammon 22 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és 2 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Mésullémet volt, a Jódbabeli Hárus leánya. És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt, amint cselekedett Manasszé az ő atya. És tökéletesen azon az úton járt, amelyen járt az ő atya, és szolgált a bálványoknak, akiknek szolgált az ő atya, és azokat imádta. És elhagyta az Urat, atyái Istenét, és nem járt az Úrnak útjában. És pártot ütöttek Amon ellen a maga szolgái, és megölték a királyt az ő házában. De a föld népe levágta mindazokat, akik pártot ütöttek Amon király ellen, és a föld népe királyát tette az ő fiát, Jósiást helyette. Amonnak egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett vajon, nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika könyvében. És eltemették őt az ő sírjába, Uzza kertjében, és fia, Jósiás lett a király ő helyette. 8 esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és 31 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Jédida,
a boskádból való Adaja leánya. És kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak minden utaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra. És történt, Jósiás király 18. esztendejében elküldte a király Sáfánt, Asaliának, a Mesullám fiának fiát, az Irodeákot, az úrházához mondván, menj fel Hilkiához, a főpaphoz, és számlálják meg az úrházába begyűlt pénzt, amelyet gyűjtöttek az ajtó őrizők a néptől, és adják azt az úrházában való művesek pallérainak kezébe, hogy adják a munkásoknak, akik az úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlásait kijavítsák, az ácsoknak, az építőknek és a kőműveseknek, hogy fákat és faragott köveket vásároljanak a ház kijavítására. De számadást nem kell tőlük venni a pénzről, amely kezükbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik. És mond a Hilkia a főpap Sáfánnak, az Irodeáknak. Megtaláltam a törvénykönyvet az úrházában. És Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És elment Sáfán, az Irodeák a királyhoz, és megvitte a királynak a választ, és mondta. A te szolgáid egybeszedték a pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták azt az úrházában munkálkodók pallérainak kezébe. És megmondta Sáfán, az Irodeák a királynak mondván, egy könyvet adott nekem Hilkia pap, és felolvasta azt Sáfán a király előtt. Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédét, megszaggatta az ő ruháit, és megparancsolta a király Hilkia papnak, és Ahikámnak, a Sáfán fiának, és Akbornak, a Mikája fiának, és Sáfának, az Irodeáknak, és Asájának, a király szolgájának mondván, menjetek el, kérdezzétek meg az urat én értem és a népért, és az egész Júdáért a könyvnek beszédei felől, amely megtaláltatott, mert nagy az Úr haragja, mely felgerjedett ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek-e könyv beszédeinek, hogy cselekedtek volna mindent úgy, amint megiratott nekünk. És elment Hilkia pap, és Ahikám, Akbor, Sáfán és Asája, Hulda proféta asszonyhoz, Sallumnak, a Tikva fiának, aki Harhásnak, a ruhák őrizőjének fia volt, feleségéhez, aki Jeruzsálem más részében lakott, és beszéltek vele. És mondta nekik, azt mondja az Úr Izrael Istene, mondjátok meg a férfiúnak, aki titeket hozzám küldött. Ezt mondja az Úr, íme én veszedelmet hozok e helyre és e helyen lakozókra, a könyv minden beszédei szerint, amelyet olvasott a Júda királya. Mert elhagytak engem, és idegen isteneknek áldoztak jó illattal, hogy engem haragra indítsanak, az ő kezüknek minden csinálmányával. Azért felgerjed az én haragom a hely ellen, és meg sem oltatik. A Júda királyának pedig, aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek az urat, ezt mondjátok. Azt mondja az Úr Izrael Istenem, mivel hogy e beszédekre, amelyeket hallottál, meglágyult a te szíved, és magadat megaláztad az Úr előtt, halván azokat, amiket e hely és az ezen helyen lakók ellen szólottam, hogy pusztulássá és átokká lesznek, és megszaggattad a te ruháidat, és sírtál előttem. Azért én is meghallgattalak, azt mondja az Úr. Azért íme én téged a te atyáidhoz gyűjtelek, és a te sírodba békességgel visznek téged. És meg nem látják a te szemeid azt a nagy veszedelmet, amelyet én e helyre hozok. És megvitték a királynak a választ. Amen. Következik Németh Sándor napi üzenete. Nyilvánvalóan tudni kell, hogy a kegyelmi ajándékoknak a használata minden cselekedetnek hívő életben Isten dicsőségét kell szolgálni. Egyértelmű tehát, hogy van különbség a kegyelmi ajándékok, karizmák között. Különböző módon részesülnek, különböző mértékben a hívők karizmákból, és a különböző mértékben való részesedést létrehoz különbséget, de nem szakadék, mert ugyanaz a szellem osztogatja a karizmákat,
evangélikus mákat, a kegyelmi ajándékait a Szentléleknek, és nem az a célja a Szentléleknek, hogy a karizmák között lévő ellentétet, vagy különbségeket ellentétbe állítsuk, hanem azért, hogy megtartsuk a szellemnek az egységét. Ugye ezt be hibáz a korintosiak, csak legfeljebb te nem voltál ott a felházban, hanem valahol vagy Budapesten, vagy máshogy voltál, és lehet, hogy szuverén módon kaptad a Szent Szellemet, vagy valaki más rátette az Úr Jézus nevében a kezét szellemi célból azért, hogy a Szentlélek betöltekezzen, de a lényeg az, hogy nem szabad a kettő között ellentétet létrehozni, hanem higgyél abban, hogy te ugyanazzal a szellemmel vagy betöltekezve. Názáreti Jézus Krisztus nyilvánvalóan mindennek az alapja, és senki nem lett volna, se Péter, se Pál, se Apollós, se te, se én, nem lennénk azok, akik vagyunk. A názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozata és föltámadása által dicsőség Istennek! Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Bruce E. Olson, Brucskó. Kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. 21. fejezet. Glória. A motilónok között eltöltött első 5-6 évem során alig volt kapcsolatom a külvilággal. Miközben Bobbyval a Márk evangélium fordításán dolgoztunk, egy alkalommal vásároltam magamnak egy tranzisztoros rádiót, és magammal vittem a dzsungelbe. Éjszakánként azt hallgattam. Szinte valószerűtlennek tűntek azok a dolgok, amikről a bemondó beszélt. Emlékeztem rá, milyen a külső világ, de nagyon távolinak tűnt. Egyik éjjel a függőágyamban fekve hallgattam az ember holdra lépéséről szóló híradást. Volt bennem egy vágy, hogy szépen összecsomagoljak, és elmenjek a párducok és vatkanok világából a gépkocsik és repülőgépek közé. Ugyanakkor különös elégedetlenséget is éreztem. Volt egy titkom, ami el volt rejtve a világ elől. Ismertem egy titkos helyet, ahová senki más nem léphetett be. Amikor először visszatértem a civilizációba, kevesen hitték el, hogy valóban kapcsolatba kerültem a motilónokkal. Az újságírók viszont tudomást szereztek a tevékenységemről, a legközelebbi alkalommal megkerestek és alaposan kikérdeztek. A megjelent riportok komoly feltűnést keltettek. Nem sokára a motilónok lettek Kolumbia hősei. Egyik beszerző utamon több indián is elkísért. Egyikük Axducaciara elnyerte az év embere címet Kolumbiában. Régebben minden róluk szóló újságcikk kihangsúlyozta, hogy a motilónok többeket megöltek az olajtársaság emberei közül. Most fokozatosan kezdték figyelembe venni azt a tényt, hogy a motilónok egyszerűen a saját területüket védték olyan emberek ellen, akik el akarták venni a földjüket, és szét akarták zúzni az életformájukat. Az emberek véleménye megváltozott, és, mint az oly gyakran megtörténik, az ellenkező végletbe csapott át. Vádolni kezdték a környéken lakó telepeseket, nem téve különbséget a becsületes földművelők és azok között, akik behatolnak a motilón területekre. A telepesek bosszúból csalónak kiáltottak ki. Mikor legközelebb gyógyszerekért jöttem, az újságok tele voltak olyan cikkekkel, hogy nekem csak arra kellenek az indiánok, hogy aranyat meg gyémántokat szerezzek tőlük. Nevettem az egészen. Elképzeltem magam, amint fehér ruhában, panama kalapban trónolok egy nádfotelban, és üdítőt szürcsölök, miközben az indiánok sürögnek-forognak körülöttem. Megbeszéltem a dolgot dr. Landinezzel. Mit tegyek? Kérdeztem tőle. Nézd, mondta. Ne csinálj semmit. Természetes, hogy ilyen pletykák kapnak lábra. A motilónok a figyelem központjába kerültek, és se bizonyítani, se cáfolni nem lehet azokat, amiket róluk mondanak. Te csak végezd a munkádat. Tarts ki az indiánok mellett. Az emberek meg gondoljanak, amit akarnak. Ha azzal foglalkozol, hogy mit gondolnak rólad mások,
akkor soha nem fogsz tudni előbbre jutni. Így aztán visszatértem a dzsungelbe. A motilónok kérdése továbbra is napirenden volt, de mivel semmilyen információt nem lehetett szerezni róluk, a vádaskodás lecsendesült. Aztán 1970-ben kormánybizottság érkezett a területre helikopterrel, a Kolumbia és Venezuela közötti határproblémák megoldása érdekében. Meglepődve tapasztalták, hogy az egyik falu közösségben motilónok által fenntartott egészségügyi központ és kórház működik. Az újságcikkek alapján ilyesmire nem voltak felkészülve. Megkérdezték a motilónokat, nem kis feladat volt ez, hiszen nem beszélték a motilón nyelvet, hogy ki az, aki az elért eredmények mögött áll. A motilónok természetesen azt válaszolták, Brucskó. Bebizonyosodott, hogy tényleg csaló vagyok. Az újságok megírták, hogy a motilónok igazi hőse egy Brucskó nevű illető. Néhány hónappal később egy másik bizottság érkezett helikopterrel a térségbe. Szerencséjükre találtak egy motilont, aki egy kicsit beszélt spanyolul. Olsonnal szeretnénk találkozni, mondta a bizottság vezetője. Mi nem ismer Olson, válaszolta tört spanyolsággal az indián. Hát Olson nem itt él? Nem, rázta a fejét az indián. Motilónok élni itt? Olson, magas, szőke ember. Brucskó! Ettől fogva nagyon kedvező lett a sajtónk. Ámbátor a kedvező sajtó még nem gyógyítja meg a betegeket, nem tömi be az éhes szájakat, és nem garantálja, hogy senki sem akar elüldözni a földedről. Egy dologra viszont jó volt. Állandó ellenséges viszonyt alakított ki egy sor telepessel. Akkoriban volt egy nagy börtönlázadás Kolumbiában. A szökevények közül sokan a Motilón vidék közelébe menekültek, mert ide nem ért el a törvény keze. Földművelésbe kezdtek, a motilónokat pedig két okból is veszélyesnek ítélték. Egyrészről az elfoglalt terület tulajdonjoga fölötti viták, másrészt a kormányerőktől való félelmük szempontjából, mivel az indiánok készséggel együttműködtek a kolumbiai kormányzattal. A harag nőttön nőtt, annak ellenére, hogy a motilónok sok banditát részesítettek egészségügyi ellátásban. A többi telepes magatartása ingadozó volt. Nem szimpatizáltak a banditákkal, de rossz néven vették, hogy az újságok úgy tekintettek rájuk, mint mindenáron földet akaró gonosztevőkre. Ez valóban igaz volt, hogy ki akartak szakítani részeket a motilónok földjéből. Gyakran a banditák pártjára álltak. Nyílt ellenségeskedés alakult ki. A külvilággal való kapcsolat, amely sok primitív törzs kultúráját teljesen elpusztította, természetesen a motilónok számára is fenyegetést jelentett. De ezzel szembe kellett nézni. Imádkoztam érte, hogy amikor eljön az ideje, erősek legyenek Jézus Krisztusban, és ellenálljanak azoknak, akik meg akarják változtatni a szokásaikat. Bár azért jó dolgok is származtak a külvilággal való kapcsolatból, ami engem illet, egy valamiért, pontosabban valakiért. Mindig nagyon hálás leszek. Glóriáért. Bátyja erős, tagba szakadt fickó, a kolumbiai hadsereg hadnagyaként a tibui katonai előőrs parancsnoka volt. Érdekelte az őserdő, bár maga még sohasem járt benne. Azt tervezte, hogy a szabadsága alatt nagy kirándulást tesz a dzsungelben. Többször is találkoztunk Tibuban, és mindig igyekeztem lebeszélni a szándékáról. Úgy képzelte, hogy a dzsungel valamiféle kellemes nemzeti park, ahol nagyszerűen lehet piknikezni. Nehéz volt meggyőzni őt ennek az ellenkezőjéről. Glóriával 1965-ben találkoztam Tibuban, egy különösen nehéz út után. Mivel nagyon sürgősen gyógyszert kellett szereznem a motilónok részére, útközben nem álltam meg vadászni, és történetesen semmi ehetőt sem találtam. Csak mentem. Vízem se nagyon volt. Egyre gyengébbnek éreztem magam. Az út harmadik napjára annyira kimerültem,
hogy a tervezetnél korábban meg kellett állnom. Tudtam, hogy élelemre van szükségem, de már fölkelni sem volt erőm. Mély álomba merültem. A dzsungelről álmodtam. Gyönyörű volt, zöld lombok vettek körül, és mindenütt pillangók repkedtek. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szabadság Rabjai című műsorban. Mai vendégem Kozák István. Nekem Pityú, mert régi barátok vagyunk, testvére mondhatom, ugye? Így van. És szeretettel köszöntelek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Pityú. Nekem megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon sok mindenről szeretnénk beszélni ma. Nyilván a legfontosabb és megkerülhetetlen a megváltóval való találkozásod Jézus Krisztussal, de így a életed és sorsod alakulását tekintve az elmúlt években, nyilván most a járvány, a Covid járványnak éppen a negyedik hullámának a közepébe vagyunk benne, és erről is szeretnénk beszélni, ugyanis téged eléggé megrángatott, és ennek a részleteit, illetve egyáltalán, hogy kaptad meg ezt a vírust, mit szóltál, mikor megkaptad. Majd szép sorba teszem a kérdéseket. Jó, először jó, csak jó. Ennyi, hogy történt, mi volt? Hát ez úgy történt, hogy április végén került sor erre a megbetegetésre. Először én kaptam el a családba, és akkor futótűzként végigment a családon. Egy-két napon belül megtörtént ez a feleségemnél, kijött a fiamnál, a lányomnál, a vejemnél, minden felnőttnél kijött, ez egy-két napon belül kijött. Első héten otthon voltam, körülbelül 6-7 napig. Hát az első 1-2-3 nap az nem volt olyan vészes, de utána beindult, csontjaim, nagyon-nagyon fájtak a csontjaim, kimentek az ízületekből az erők, ugye semmit nem ettem, nem ittam napokig. Szerintem egy nap alatt ittam egy pohár vizet, enni meg semmit nem tudtam enni ezekben a napokban, amíg otthon voltam. Amikor elkaptad a fertőzést, akkor ez már a harmadik hullám volt. Igen, ez az angol mutáns volt, ez a legerősebb. A harmadik hullám után volt, de azért azt említsük meg, hogy olyan sok-sok betegséget is tapasztaltunk, és haláleset is történt. Az egyik legjobb barátunk is előtte, valamivel egy pár hónap előtte el is költözött az Úrhoz. És ezt, amikor a vírust elkaptad, akkor, mert azért emlékszem, hogy előtte is találkoztunk, és mondtam is mindig, hogy óvatosan, te is engem intettél, hogy óvatosan, igen, kórházba is jártunk be, igen, és hogy intettük egymást, akkor még ugye, ha még nem kaptuk meg akkor az oltásokat, nem. És hogy ehhez, tehát ebben, ezzel együtt hogy fogadtad, tehát nem, volt-e benned félelem, ezt akarom kérdezni, mert azért az egyik legjobb barátunk költözött el egy pillanat, tehát fiatal ember volt. És igen, 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 hát ez úgy benne volt. Benne volt ez neked? Amíg otthon voltam, nem. Amíg otthon voltam ebbe az első hét napig, akkor nem. A barátunk, amikor elköltözött, én aznap mentem be, akkor vittek el a mentősök a kórházba, amikor volt a temetés. Akkor már komolyan vettem én is, amikor elköltözött a barátunk, és a mentőben voltam, akkor kezdtem el egy kicsit észhez kapni, hogy ez igaz és valós, mindaz idáig, odáig nem vettem én túl komolyan ezt, mert tettem a dolgomat. Dolgoztam, szolgáltam, ugye betartottam a szabályokat, de nem vettem olyan komolyan. Hát sajnos ez nagyon komoly dolog volt utána már. Na, de most a komolyan vételen mit értünk? Mert ugye hát a barátunk halt meg, hát ilyen, vagy költözött el, tehát érte ez a halálos támadás. Na, akkor, tehát, de akkor mégis, hogy magadon a bőrödön, az megint más. Az teljesen más. Az teljesen más. Amikor a barátunk elköltözött, akkor én voltam körülbelül 6-7 napos fertőzött, de akkor még otthon, aznap vittek be. Ugye ő megrendített engem, nagyon régóta ismertem, nagyon jó ember volt, és ugyanabban a betegségbe estem én is, és ugye azt tudni kell, hogy én több mint 130 kiló vagyok, ami ennél a betegségnél a legkedvező a betegségnek. Én nagyon veszélyeztetett voltam, azt majd a későbbiek folyamán elmondom, hogy a kórházam itt mondtak erről, de aki túlsúlyos, az nagyon könnyen sajnos elmegy.
nehezebben a szervezet, nehezebben áll ellen? Igen, nem tudom, így nem tudok belemenni a mélyébe, de amikor én bekerültem a kórházba, az volt az első az orvosoktól, hogy hát a súlyom miatt különösen veszélyeztetett vagyok, és ez miatt féltenek engem. És amikor már ott voltam az intenzív osztályon, az volt az első, hogy ezt mondták nekem, hogy a súlyom miatt kell nagyon odafigyelni, mert ha rátesznek a lélegeztetőgépre, nem sok ember jön onnan le, azt mondták. Főleg ilyen testsúlyjal, mint én. Hát ott azért, amikor már bekerültem a kórházba, és ezeket mondták első nap, körbevették az ágyamat orvosok, ápolók, egy olyan 5-6-an voltak körülbelül, és ez volt a legelső szavuk, hogy hát a súlyom miatt veszélyeztetett vagyok. És ez a veszélyeztetés az azt jelenti, hogy hát hogy a nagy gépre tesznek fel, és onnan nagyon-nagyon kevesen jönnek le. Nagyon. És akkor felvittek a... Hát első este elvittek egy kórházba, amit nem mondom ki a nevét, de ott nagyon csúnyán viselkedtek velem. Hozzám se szóltak első este, se gyógyszer, se infúziót, semmit, és akkor ott észbe kaptam, hogy nem jó helyen vagyok, valamit kéne csinálni, mert nagyon nehezen, akkor már nehezen vettem a levegőt. Ugye azért is vittek el a mentők első este, mert akkor már nagyon kapkodtam a levegőt. Ráment a tüdődre. Ugye? Hát ugye ez végül is kiderült, kétoldali tüdőgyulladás volt, és akkor észbe kaptunk, hogy át kéne mennünk egy komolyabb helyre, és akkor magánmentővel, ilyen fizetős mentővel átvittek a, kimondhatom, hogy hova? Persze, Korányiba. Korányiba, ahol hát én még ilyen profikat nem láttam, oda egyből az intenzív osztályra kerültem, és ott első perctől kezdve, amíg ott voltam, ott nagyon komoly ellátás volt. Nagyon hálás vagyok Istennek, meg a kapcsolatoknak, hogy oda kerültem, mert nagyon-nagyon sok rokonom, barátom elköltözött, meghalt, és most nem akarok sztorizgatni, de voltak olyan kórházak, ahol nem jól kezelték a barátokat és rokonokat, és nagyon sokan elmentek. Amikor én benn voltam, minimum 10 barátom, rokonom elment, ahogy én 30 napig voltam bent, nagyon sok barátom elköltözött, és világi barátok és rokonok haltak meg, úgy nem jól kezelték őket. Én nagyon hálás vagyok, hogy ide kerültem a Korányiba. Hát azért az egészségügy védelmében is szeretném elmondani, hogy több kórházba járunk be, és látjuk azt a nyomást, ami az egészségügyben van, az ápolókon, tehát azt a tehát nem tudják most a negyedik hullámnál is tapasztalni, hogy ez nem lehet megszokni az nem. Elmúlást, ezt a túlterheltséget, tehát a harmadik és a negyedik hullám közt eleve nem is tudtak szinte szabadságra menni, ugye a műtétek feltorlódása miatt, mert utána meg azért kellett, meg volt egy komoly leépülés is, leépítették, tehát sokan elmentek az egészségügyből. Igen, csak azért, tehát, hogy ezt én tapasztaltad nem meg, akarok, de te ezt tapasztaltad meg. Ezt én nem bántom meg. Senkit, mert le a kalappal tényleg csak egy ilyen... Ott az életedről volt szó. Hát az életemről volt szó, bevittek, nem is vizsgáltak meg, se egy gyógyszer, se egy injekció, se egy vérvétel, se egy infúzió, és ahogy hallottam, hogy akik ilyen testsúlyjal mennek be, az az első, hogy infúziót kapnak, mert az az első, azt tudom, láttam is. Nagyon köszönöm, hogy át tudtam menni ebbe a kórházba, de nem akarok semmilyen kórházat megbántani. Hogy alakult ott a sorsod? Hát ugye ott 10 napig voltam az intenzív osztályon, ott nem is tudtam se enni, se inni, ott egyfolytában vérvétel, napi 3-4 nagy adag infúzió, 2 kanül volt a kezembe, ott nem volt az, hogy nappal vagy éjszaka, ott hajnal 2-kor vért vettek, ott mindig mértek egyfolytában. Aludni tudtál? Hát nagyon keveset tudtam aludni, mert ugye a 24-ből 24 órán keresztül rajtam volt ez az oxigén maszk az orromban, a számon. Nem volt egy kellemes érzés, de kellett ez, mert annélkül nem tudtam lélegezni. Nem tudtam, csak nehezen. Ha nincs ez az orvosi ellátás, akkor valószínű, hogy nem bírtad volna. Hát biztos, hogy nem. Hát a szervezetem nem. Persze, hogy Isten, azt mondja, ugye belemegyünk, hogy Isten mikor is hol szólt bele, de kellett. Anélkül nem maradtam volna meg. Biztos, hogy nem maradtam volna meg, mert amikor már azt mondták az intenzív osztályon, 10 nap után, hú, nagyon jól van, Kozák úr, lassan hazamehet, akkor azt mondták, akkor már 50%-os volt a szívem, a tüdőm.
És azt mondták, kapacitása a tüdőmnek, és akkor 50%-a már azt mondták, már nagyon jól vagyok. Hát akkor azelőtt első pár napban nem tudom, hány százalékos lehetett. És ugye az volt az egészben borzasztó, hogy amíg én benn voltam, ugye működött a mobiltelefonom, és benne vagyok sok csoportban, és kaptam a híreket, hogy ebbe a betegségbe kiköltöztek el, kik haltak meg, mint rokonok, mint barátok, mint gyülekezeti tagok, és azért persze, hogy az Úr bennem van, de azért ott nehéz abba az ágyba ott lenni. Tudom, hogy Isten ott van mellettünk, de csak egyfolytában minden nap ezt a hírt kaptam SMS-be, meg Viberen, hogy kik haltak meg, kik költöztek el. Elgondolkoztam. Kemény percek. Nagyon kemény. Voltak. Hát napok. Na, most úgy értem, hogy a mélypontok. Hogy az végén... A mélypont az első három nap az nagyon-nagyon nagy félelemmel telt el ott. Ugye én egyfolytában azt éreztem, hogy egy nagy mély sötétség van bennem, és mindig azt láttam magamban szellemileg, hogy egy nagy sötétség van bennem. Féltem, tudom, hogy nem a félelem szellemét kaptuk, de tehát féltem. Tehát nem is nagyon tudtál imádkozni. Nem nagyon, nem. Nem játszom meg magam, hogy én egy szuper szellemi vagyok, de nem igazán tudtam imádkozni, és jobb, hogy nem vagy az amúgy. és féltem. Tudtam, hogy Isten nem fog elengedni a kezemet, de féltem, és csak a sötétséget láttam. És az egy borzasztó rossz érzés, amikor az ember érzi szellemileg, hogy egy nagy sötétség van benne, mert ez a betegség, ez a helyzet, ez egy nagyon-nagyon nagy sátáni, démonikus betegség, amit érez. Én éreztem a testemben ezt a félelmet, mindig ezt a sötétséget éreztem. Ezt leuralt én. Hát nagyon. De halál szelleme lehet? Hát biztos, hogy az volt. Mindig vártam egy kis fényt. Első 3-4 napig nem kaptam semmiet, csak egy nagy mély sötétséget, sokszor félelmet, próbáltam imádkozni, nem igazán. Néha kijött belőlem egy-két ima, de nem igazán. Hát ezért vannak ugye a jó barátok, testvérek, mint te is például az egyik voltál a sok közül, mert amikor benn voltam, akkor nagyon-nagyon sokan közben jártak értem, miattam. Barátok, rokonok, családtagok, feleségem, nagyon sokan bőjtöltek, könyörögtek, sírtak, hallottam, sokan vezetők, pásztorok is imádkoztak, közben jártak értem. Biztos, hogy közre játszott ebbe az egészbe az a helyettesítő hit és a helyettesítő ima, mert én akkor nem tudtam hinni és imádkozni, hanem úgy, mint te és a többiek, közben jártak értem, könyörögtek, imádkoztak, bőjtöltek. Biztos, hogy sokat dobott ez az egészem. Én nagyon remélem, hogy az Úr szereti a romákat. Igen, ezt elfelejtettük mondani, hogy roma származású igen, vagy. Igen, igen. És... ez a romaságnak is egy külön kedvezés, hogy tégedet nem engedett az Úr, te költözni ebbe a betegségbe. De nagyon, hogy mondjam, hogy így elismered, hogy őszinte vagy, hogy nem is tudtál imádkozni. Nem. Ez is talán az, hogy Krisztus testének tagjaként, mert az vagy, de hogy az immunrendszer így működik az imák által, hogy Isten kiküldi a test minden tagjához, az imánkon keresztül is, hogy hozzád is, tehát benne vagy a testnek egy tagja, nem egy valami ilyen leesett darab valahol. Nyilván én szerintem Istennek mindenki fontos, senki halálát nem akarja, de ugye aki ebbe az immunrendszerbe, Krisztus testébe benne van, az számíthat az ő jóságára és a gyógyít, tehát az Úr a mi gyógyítónk. Így van. És hát emlékszem, én is személyesen úgy éltem meg, hogy ugye egyrészt egy gyászba voltunk nekem a legjobb barátom miatt, akit által megtérhettem, és még cselekvően benne voltál az előkészületekben a temetéshez, és akkor egyszer csak egy pillanatra a másikra dőltél ki. Emlékszem az első napokban, hogy mondtad, hogy minden oké, tehát így nem is, akkor nem lehetett, mert nem voltak olyan erősek talán még a tünetek, igen. Vagy csak minket nyugtattál. Nem volt annyira, első három napban nem volt erős. És utána lett veszélyesebb, hát... Igen, most magunkat nézve az még csak-csak, de kedves feleséged, azért vele is néha beszéltem, és hát igen, ő is mondta. Kitartott, látszott, hogy kemény, erős. Nagyon. De azért hát... Hát ő azért... Neki is nagyon megpróbálom. Neki nehezebb volt, mint nekem, mert ugye ő maradt itthon egyedül, és azért azt ne felejtsük, hogy mondtam az elején, hogy az egész családos
az egész család covidos lett. Ugye a fiam, a menyem, oda költözött a feleségem, ugye ő is az volt. Na de a lányom is az lett, meg a vejem is az lett. És a menyem akkor volt állapotos, és pár napon belül meg kellett volna születni a kisbabának. Meg is született. És meg is született, de a hát amiken ők átmentek, ők ugye nem tudták, hogy vegyék ki a babát, mert hogy covidos a lány. Ugye a fiam pedig, ő is ugyanolyan covidos volt, mint én. Én benfeküdtem a kórházba, és ő minden nap bejárt infúzióra, ő nem maradt ott, csak minden nap bejött 2-3 órára, és 2 infúziót kapott. Hát azért nem volt egyszerű a feleségemnek, hogy a férje benn van, a fia bejár taxival, és hazajön. Unokák születnek, meg még 2 unokát született. Az volt a 2, igen, de hát az volt a veszélyes abban a helyzetben, ott azokban a napokban, hogy az a pici babával hogy lesz, mert az orvosok is volt olyan, hogy nem vállalt el, azt mondta, nem tudja, hogy mi van. Felelősséget. Igen, mert ugye a lány, a menyem, az nagyon köhögött. Egyfolytában köhögött, és így nem lehetett meg egy babát világra hozni. Hát azért voltak ott is érdekes helyzetek a szülés körül. Ugye én is ben voltam, ugye, és akkor... Márhogy kórházba, te már akkor a... Én akkor már ben voltam, és akkor ugye a pici baba úgy született meg, hogy én ben voltam közben. De hát ez a feleségem vitte a családot a vállán, aztán sajnos ki is jött egy-két hónap múlva rajta, kicsattant ez az egész, de most már jól van. De hogy az egész családot így megtámadta ez a Covid egyszerre, és nagyon ledöntött minket, brutál, az egész családot ledöntötte, testileg, lelkileg, szellemileg, anyagilag is nagyon ledöntött a családot. Hát hirtelen ugye megállt a körülöttetek a történet. Szinte a napi élet az megállt, csak a betegségről, a gyógyszerekről szólt az egész. Hát mint egy ilyen filmbe lettünk volna. De kijöttünk ebből a rossz filmből. Van. Aztán volt egy pár megtapasztalás ott a menet közben. Hát az első az nagyon rossz volt, mert második nap, amikor ben voltam, amikor még féltem az elején, akkor egy szobában voltam egy hölgyel, mert nem volt hely. Itt most nem azt kellett nézni, hogy férfi, nő, hanem itt nem volt hely. Akkor a túltelítettség volt, hogy beraktak mindenkit, és ezen a hölgyön már akkor rajta volt egy lélegeztetőgép több napja. Fiatal hölgy lehetett, szerintem olyan 40 év körül lehetett. És a második nap éjjel arra keltem föl, az nagyon megrázott, és ott nagyon féltem, hogy arra keltem föl olyan hajnal, 2 óra lehetett körülbelül, hogy zörög mellettem egy zsák. És akkor kinyitottam a szememet, oldalra néztem, és akkor 2-3 ápoló egy fekete zsákba tette be a hölgyet mellettem, és akkor kivitték, és kérdeztem, én akkor nem tudtam, hogy most miért teszi a zsákba, és akkor kérdeztem, mi van a hölgye, miért viszik el? És akkor mondták, hogy meghalt a hölgy. És akkor ugye két napos voltam ott körülbelül, és akkor mondták, hogy veszélyeztetett is vagyok, hát ott azért rezgett a léc nálam, nagyon. Megérintett. Nagyon, ott... Az elején is féltem egy pár napig, de az ott egy törés volt. Ott, szerintem ott kezdett el legmélyebben ez a sötétség belém jönni, ez a félelem. Féltetted az életedet is értelem? Hát féltettem, persze, de nagyon sokat gondoltam a kintiekre, ugye a feleségemre, a gyerekekre, az unokákra, hogy ugye 2 unoka útba volt, hogy valaha látom-e őket. Ugye 3 otthon volt, de hogy 2-t látni fogok-e, hogy megengedik ezt nekem, hogy lássam, vagy nem. Nem volt egyszerű az a pár nap. Ez valamit azért tisztázzunk, hogy a hit gyülekezetéhez tartunk, a hit emberei vagyunk, és a hit fejedelme, ami megváltunk, tehát hogy nem a félelem nem. Az, ami dominált az életedben sohasem, nem is így ismertelek meg, nem. Bevállalósan szolgálod az Urat, amióta ismerlek, hogy ezért döbbenetes ez, hogy többször is kimondod, hogy féltél, és hogy ugye ezzel nem félelmet akarunk kerülteni kedves hallgatókba se, hanem egyszerűen csak ennek a történetednek a drámáját úgy érzem, hogy többször kijött ez, hogy mennyire megragadott ez egyszerűen a tehetetlenség, gondolom. Igen, ugye több mint 30 éve meg vagyok térve a feleségemmel. Nagyon sok próbán keresztül mentünk, meg próbáltatáson, de,
nem nagyon emlékszem arra, hogy valamitől valaha féltem volna menet közben, pedig sok minden történt velünk. Most ebbe az egy helyzetben, amiben voltam, amióta így meg vagyok térve, szerintem ez az egy volt, amikor azt tudom mondani, hogy igazából féltem. De ez a félelem első 3 napig volt, aztán jött a felüdülés, mert ugye a főorvos bejött 3., 4. nap után, és ugye azt mondta, hogy még egyelőre nem reagál a szervezetem és a tüdőm a gyógyulásra és az infúziókra, de mindent megtesznek, és azt kérik, hogy működjek együtt velük, hogy amit mondanak, azt csináljam. Ugye amit mondtak, az, hogy sok vizet igyak, mindig csak oldalra feküdhettem, ott aludhattam mindig az oldalamon, hát amit ők mondtak, az be kellett tartani, és akkor talán a 4., 5., 6. nap lehetett, amikor bejött a főorvos, és mondta, hogy nem reagál a szervezetem az infúzióra, a gyógyszerekre, az injekciókra, és hogy valószínűleg rá fognak tenni a lélegeztetőgépre. Nem tudják, mi lesz, de még várnak egy pár napot. Én nagyon sok mindent nem tudtam, csak amit tőlük hallottam. A kintiek sokkal több információval rendelkeztek a családtagjaim, mint én. Velem kapcsolatban. És hát volt egy nagy fordulópont, nem tudom, biztos, hogy akkor nagyon jól imádkoztatok, böjtöltetek, értem. Volt egy olyan fordulópont, meg hogy a fiam is, ugye ő minden nap látott, mert ugye bejött, mindig hozott váltóruhát nekem, meg ennivalót, de hát nem nagyon tudtam enni még akkor. És akkor egyik este kaptam tőle reggel egy SMS-t, ami nagyon-nagyon komoly volt, az hogy volt egy álma, és aznap este, én utólag tudtam meg, én akkor ezt nem tudtam, csak utólag tudtam meg, hogy aznap este fölhívták a rokonokat, hogyha reggelre nem leszek jól, és nem reagál a szervezetem az infúzióra, akkor sajnos rá kell tenni rátesznek engem a nagyképre, mert az egyik tüdőm berobban. Ott állt a szén, hogy berobban, és ha berobban, akkor nem biztos, hogy életben maradok. Én ezt nem tudtam akkor, hanem utólag mondták el, és akkor nem tudom miért, másnap reggel jöttek be a főorvos és a doktorok, és akkor kaptam az SMS-t a fiamtól. Ugye van nekünk egy nagyon lelkes, hiszes imacsoportunk, akik egyfolytában minden nap imádkoztak és böjtöltek, mint ahogy te is, meg sokan mások, és másnap reggelre jött egy hír, bejött a főorvos, hogy nem tudja, nem érti, csoda történt, mert beindult a gyógyulás, a szervezetem felvette a reagálást az infúzióval, és elkezdett a gyulladás reagálni erre az infúzióra, és minimálisan akkor kezdett el lemenni. És akkor én csak annyit mondtam, hogy ránéztem a főorvosról, és akkor ott állt a kötel mellette, csak annyit mondtam, hogy dicsőség az Úrnak, így kimondtam, azelőtt nem mondtam ki, csak akkor ki ránézett, és így elfordított orra a fejét, és így bólogatott. Hát ott éreztem, hogy ott megérkeztem, hogy ott betaláltak az imák, a bőjtök, a könyörgések. Ugye egy-két szót akkor én is szóltam már az Úrhoz, hogy ne engedjen el, mert szeretném még a családom mellett lenni, meg szeretnék még neki szolgálni, mert mondtam, hogy ha tervei vannak velem, akkor fogja meg a kezemet. Megfogta. Megfogta. Jó, hogy tudunk így beszélgetni erről a gyógyulásról. Megtapasztaltad ezt a borzalmat. De amikor említetted a hiszt, hogy a hites, hogy mit rövidít most? Hit gyülekezete, szeretett szolgálat. Jó, köszi. Így van, hogy a szeretett szolgálatba szolgálsz évek óta, és lelkesen odaszántan, és hogy sok-sok bajba jutottak felé, tudtok és szolgálni, és nekem az jutott eszembe az ige, tudod, amikor mondja, és írtam is neked ezt oda akkor a kórházba, hogy megkönnyíti a beteg ágyadat. Igen. Mert mások irányában mindig is érzékeny voltál, és valami módon ez az ige annyira életre kelt, annyira eleven volt veled kapcsolatosan is nekem. Ugyanakkor azért a
Isten tiszteletekről is, szinte minden Isten tiszteletről kimegy mindig az ige, ki van prédikálva erősen, és az törte az igákat. Tehát működik Istennek az ereje, és a beszéde, én ebben is látom. Mert ugye ígéretünk van a gyógyulásra, de ebbe az ígéretbe, aki hisz, azt tudja átvenni azt a már benne levő erőt is, és az a gyógyuláshoz tulajdonképpen az vezet sikerre. Most ezt, hogy te ugye azt akarod, nem így úgy érted meg, hogy egyszer csak jobban vagy, de körülötted azért ez végig kulminált, hogy így mondjam, a családba, a gyülekezetedbe, a szolgálatodba, és az, ugye tulajdonképpen egy is ugyanazról beszélünk, mert ez Krisztus teste. Így van. Csak ezt akarom így kihangsúlyozni, hogy ezt onnantól kezdve érezted? Hogy mi van mögötted? Tehát nem csak az imák, hanem hogy Istennek a népe van mögötted, és ahhoz tartozol. Persze, persze. Hát ott, igazából ott tapasztaltam meg, hogy működik a szeretet, és ugye, hogyha az egyik ember szereti a másikat, és ebbe a szeretetbe benne van Krisztus, ez azért nem olyan szeretet, mint amikor kint a világban mondjuk a barátoknak, hogy szeretlek. Nem, ez nem az a szeretet. Ez más szeretet. És a szeretet ugye csodákra képes, és gyógyít is, és én nagyon-nagyon megtapasztaltam, hogy ugye nagyon sokan hívtak telefonon, sokan SMS-t küldtek, hangüzenetet küldtek, hogy szeretnek, és küldték az igéket, minden nap küldték, és csak azt éreztem, hogy a szeretetet. És akkor gondolkoztam, hogy akkor most engem ennyien szeretnek, én ezt nem tudtam, hogy engem ennyien szeretnek. Persze, hogy a 30 éve oda járok a gyülekezetbe. Tudtad, hogy nem utálnak. Hát most már rájöttem. De azt, hogy ennyire szeretnek, azt nem. Ezt semmi túlzás nélkül állítom, hogy én ezt nem is gondoltam, hogy ennyien szeretnek, és olyan emberek hívtak fel telefonon, akit nem is számítottam rá, de le a kalappal. De ma az, hogy az emberek küldték ugye az SMS-eket, az üzeneteket, és hívtak, és videóhívás, és ugye az a szeretet, azt éreztem, azt nagyon éreztem az emberektől felém, hogy az az igazi krisztusi szeretet. Ez nem az a megjátszás, hanem az élesben az igazi szeretetet éreztem, hogy ha csak a szeretetet nézzük, amit tőlük jött felém, az igékkel, az imákkal, hát abban is volt gyógyulás. Hogyne. Abban is volt gyógyulás, mert ugye azt tudni kell, hogy ez a betegség, amikor ott feküdtem, én azért nem tudtam beszélni senkivel, még a feleségemmel sem beszéltem első héten, hogy mi van velem, csak üzenetekbe, mert ha én beszéltem valakivel 20 másodpercet, akkor 2 órát aludtam, mert úgy elfáradtam. Emlékszem rá, hogy nekem is lehetett, mondtad, hogy nagyon elfáradtam. Sok ember hívott, és igen, lenyomtam, és mondtam, hogy írjanak, mert ha valaki ebbe az állapotba beszél, az a legnagyobb megterhelés számára, akkor 2-3 órát alszok. És ugye nagyon sokan nem értették meg, volt, aki meg is haragudott, és akkor írtam, hogy ne haragudjál, nem tudok beszélni, mert utána úgy elfáradok, hogy ez az oxigénmaszk, ez teljesen kiszívott engem. És onnantól kezdve, hogy volt ez a nagy fordulat, onnantól kezdve már más volt a kórházban lenni? Tehát ott már az a gyógyulás, tehát az épülés időszaka volt? Ott érezted, hogy... Igen, 10 napig voltam az intenzíven, utána átraktak a kórházon belül egy ilyen lábadozóba, ott még voltam 20 napot, de hát ez a 20 nap az már olyan kicsit ilyen szanatórium. Igen, egy tüdőszanatórium az a neve, és az nagyon könnyű volt, az a légkör ott, a erdő, madárcsicsergés, és igazából ott már nem kaptam akkora ellátást, ritkábban vettek vért, kevesebb gyógyszert kaptam, de megfigyeltek. És így ott 20 napig voltam, de hát az már az igazi gyógyulás volt, de ugyanúgy éreztem ezt a tüdő megterhelést, mert akkor 50%-os volt a tüdőm. Nagyon lassan tudtam menni, minden nap ki kellett menni sétálni, tüdőtornász jött hozzánk, tüdőt kellett úgy megtornáztatni, levegőztetni, hogy egy ilyen 5 perces torna alatt úgy elfáradtam, hogy ilyen visszamentem a kórterembe, és ilyen 2 órákat aludtam. 5 perces torna után. És akkor volt 50%-os a tüdőm. Hát amikor hazajöttem, akkor első fürdés után úgy elfáradtam, hogy csak reggel keltem föl. Egy normális fürdés, sok időbe telt, még megfürödtem, de nagyon-nagyon elfáradtam. Ugye, hála Istennek, ezt sokan nem tudják, de aki benne volt, az tudja, hogy mi ez. És nagyon-nagyon
hálás tud lenni az ember egy fürdésért, egy ilyen alap dologért, amit az ember a hétköznapjaiba tesz, ilyen minimális erőfeszítés. Most már én nagyon hálás vagyok, hogy meg tudok fürödni, fel tudok menni a lépcsőn. Nem tudtam följönni a lépcsőn, csak segítséggel. Legyengítette a szervezetet. Mai napig érzem, már nem annyira, de az első 3-4-5 hónapig nem is tudtam egy szatyrot felemelni, mi elmentünk vásárolni, és a feleségem vitte fel a szatyrot. Ezek ilyen lehetetlennek hallatszanak és tűnnek, de amikor az ember benne van, akkor elgondolkozik, hogy nagy érték ez a tüdőám. Sok minden indul ki belőle. Meg kell becsülni az embernek a tüdejét. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.